Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Igen, este van. Úgyhogy elmondom, hogy mit fogunk a mai videóban csinálni. Meg fogjuk nézni a FIFA 23-nak az előzetesét. Magyar felirattal, magyar szinkronos felirattal kijött a GameStar, pontosan mindjárt mondom. A GameStar Hungary rakta fel, nem én fordítottam, úgyhogy az eredeti videónak a linkje itt lent lesz a leírásban, úgyhogy ott tudjátok végignézni, ha szeretnétek. Igazából most értem vissza egy hosszabb nyaralásból, nem tudom, látszik-e rajtam, hogy így bebarnultam, meg minden, na mindegy. És most visszatérek, és ugye amit mondtam, hogy a csatornának a profilja meg fog változni, nem csak FIFA-s tartalmak lesznek, bár most ez még pont az, de utána valószínűleg reakcióvideók, illetve másfajta gameplayek várhatóak a csatornán. Úgyhogy ehhez mértem fogom csinálni ezt a dolgot. Kíváncsi vagyok, hogy fog tetszeni nektek ez a, hát a reakció videó még ugye FIFA-n belül. És aztán megmondom, hogy mi a véleményem erről a trailerről, és hogy szerintem baszon néze ki. Hogy őszinte legyek, én már megnéztem ezt a trailert egyszer, még így magyar előzetessel, nem? Jó, értettem nyilván benne, ami történnek, de úgy gondoltam, hogy így magyarba csináljuk, ugye már több videós csinált ilyet róla, akkor ha így magyar felirattal csináljuk, akkor azért így érthetőbb lesz, meg így baszóban fog kinézni, meg ti is értitek, úgyhogy nézzük meg az előzetest, felcsapom a fülest, aztán meglátjuk. És akkor lássuk. Welcome to the FIFA 23 reveal trailer. I'm Derek Ray and alongside me is Stuart Robson. Thanks, Derek. Well, you can really feel the sense of anticipation as the players warm up for their big moment on the world stage. And away we go. It comes to Sam Kerr leading the Chelsea attack. Aha, szóval itt, bocsánat, hogy megállítom. Nézzük végig, aztán majd visszatekerünk, azt mondom, hogy mi az, amit látok itt dolgokat. Na nézzük. Sends it in. Haaland! It's a pure strike! Let's go pitch side where Alex Scott can tell us more. Well, you're seeing Hypermotion 2 in action. More animations than ever before. And more realism every time you step onto the pitch. Well, he's gonna wear out the right stick playing like that. They say it's a game of two halves, and you can really feel the intensity building here. Oh, he's mastered that one over the summer. Safe hands there. It's incredible calmness under pressure. Oh, a crunching challenge. Well, that's new. Absolutely brilliant technique, and it feels like there's more goals coming in this one. Oh, silky from Vinicius. Smart dribbling from Son. Weaving into space. What were you thinking? Only one World Cup? That's got everyone in a celebratory mood. We're into the final moments now. What else do they have up their sleeves? And it comes to Kerr! And right in stoppage time. Hold on, what's Kylian up to here? He's in, Stuart! Mbappe! From the first frame to the dying embers, it's football everywhere. Welcome to the World Game. Welcome to FIFA 23. Na, hát ennyi lett volna a előzetes. Szerintem nagyon érdekes kis előzetes raktak itt össze. Tök jó lett a maga a felirat. Nem szó szerint tükörfordítás, de nagyon jó lett a fordítás egyrészt. Másrészt azért itt párszor elrögtem magam, mert azért ez itt voltak elég vicces részek, hogy el fog kopni a kontroller, meg hó, ezt nyáron begyakorolta ugye. Ugye nyáron, mint azt gondolom, arra céloztak, hogy ugye a FIFA 23 még nem indult el, de a FIFA 22-ben még sokan játszanak nyáron is, bár egyre kevesebben, de hogy nyáron ezt lehetett gyakorolni. Úgyhogy voltak itt tök jó megoldások, szerintem jól nézett ki maga az előzetes.
És ugye mondtam, hogy majd itt tesznek adatok, Hypermotion 2 technológia. Itt már nem tudom mennyire látszik, pont nem látszik, várjál, de itt alul, itt alul, nem tudom mennyire látjátok, itt van, hogy The World's Game, és itt nagyon kicsibe oda van írva 2022-23 World Cup, tehát az már biztos, hogy lesz, és ez a Hypermotion technológia 2, ugye ez megint így realisztikusabbá akarják csinálni a játékot, és jobbak lesznek az átvételek, realisztikusabbak lesznek, a lövés lesz sokkal jobban, hát hogy mondjam, hogy jobban fog kinézni, amikor lőnek a játékosok, meg realisztikusabb lesznek. Volt egy-két olyan dolog, amit láttam, hogy például új csel, új lövés, várja, ezt mindjárt meg is mutatom. Ugye itt Haaland, itt már hogy hívják be, City-s mezbe, igen, és egyébként terveztem egy nyári átigazolásokról szóló videót tervezni, úgyhogy majd az is érkezni fog a közeljövőben. Ugye Haaland, és akkor itt már City-s mezbe van, itt várhatólag ezek már a 23-as szezonbeli mezek, amiket ugye már láthatunk barátságos meccseken. Igen, ez a női focisták ugye benne lesznek. Ezt már mióta 16 óta belerakták a női focit? Valahogy úgy. 17, hogy volt? Valahogy 16-17 környék. 16-ra emlékszek. Akkor rakták bele. Minden évben próbál egy kicsit jobban kihangsúlyozni, de nem hiszem, hogy fogok játszani női focival. Na igen, ez egy új csel volt, az biztos. Meg így... Mária? Tehát ez egy... Ez új csel. Valószínűleg ezt majd a csillag skill move-nál lehet csak megcsinálni. Meg láttad? Mint hogyha így a lövésnél is olyan realisztikusabb lenne. Mária? Olyan... így belemozog, nem is tudom, ilyen furábban, nem tudom, olyan életszerűbb az egész. Igen, meg így elhúzza a lábát, nem tudom, ilyen jobban néz ki az egész. Na, és ez nekem nagyon tetszett ez a rész. Szóval így játszik el, kopik a kontrollerre. Várjál. Igen. Elasztikó után egy külsős beadás. Azt hiszem külsővel eddig is lehetett beadni a játékban, én legalábbis tudtam beadni külsővel. Úgyhogy ez nem új. Meg amit így még megnéztem, ez ahogy így lehúzza az Alisson a labdát, nem tudom, ez is olyan másabb. Ez egy új becsúszási, gondolom. Bár nem biztos, viszont ez, nekem ezt Twitteren is láttam, meg nagyon sok helyen láttam, nagyon komoly. Nekem különösen azt tetszik, hogy itt látjuk azt, hogy expected goal xG-t, szóval, hogy mekkora eséllyel megy be az adott szabadrugás, és hogy hány méterre van, ugye ezt eddig is kijelezte. Azt hiszem nem ilyen ennyire pontosan, hogy 24,3, hanem csak 24 yardot írt, vagy ilyesmi. Nagyon komolyan néz ki itt a labda körül ez a kör, és gondolom azt is irányítani kell majd ebbe a körbe, látjátok itt van ez a piros kis négyzet, hogy ez majd te fogod irányítani a joystickkal, hogy hol találja el a labdát a játékos, ezzel tudjuk majd szerintem a csavarásnak a mértékét beállítani, és ugye a lövés erejét, hogy még azt, hogy felfele menjen, gondolom erősebben kell megnyomni, nem tudom, nagyon komolyan néz ki ez a szabadrugási cucc, tök jó, hogy mutatja, hogy hanyas ratingű neve, milyen pozíción játszik, milyennek a főbb statok, amik fontosak ez a szabadrugáshoz, és azt nem tudom, hogy most ez az XG, ez akkor fog felmenni, attól fogunk felmenni, az elég komoly lenne, hogyha a community által, hogy mennyi százaléka megy be a community, tudod, hogy egy ilyen pont ennyi méterről kapott, mit tudom én, rajtad kívül 10 000 játékos is szabadrugás, és akkor
annak a gól XG-jét fogják beleszámolni, vagy hogy a statok alapján fogják beleszámolni, vagy a real fociba, tehát hogy ami történik, hogy ott mekkora esélyen mennek be, ezek nem tudom. Majd ez kiderül, de ez brutál jól néz ki szerintem. Biztos, hogy ez nagyon nehéz lesz szabadot rúgni 23-ba. Well, that's new. Igen, írjós, hogy ez új. Ezt nem el is új csel, nem? Vagy ez már volt eddig is? Ez. Lehet már volt. Igen. Igen, láttad? Tudod, ilyen furában elrakja a lábát itt gameplaybe is látszik. Aha. World Cup mód, ugye? Ja, és várjál, itt írja. World Cup mód aktív, szóval World Cup mód lesz, meg ez egyértelmű volt, ezt mindenki tudta. Már az előrendeléseknél is ugye úgy van, hogy kapsz egy World Cup módba egy... mi az Isten? Heroes, World Cup Heroes, valami ilyesmi, nem tudom. És akkor... Várjál, itt még azt is írta, hogy gameplay incoming data, szóval, hogy még érkezni fog gameplay információ, megvettük. Várjál, most bocs, hogy ilyen részletesen nézem. Jó, game mód, Women's World Cup mód is lesz itt, azt olvasom. Nem tudom, mennyire látsznak eddig, 8 winners in total, nem tudom, hogy ezek milyen adatok. 1300 difference goal score. Nem tudjuk. Ezek még ilyen nagyon infók. És akkor... Igen. Ez is egy új cucc, szerintem háttal így nem tudtunk eddig lekészíteni. Csak a véletlen összejött akkor. Hold on, what's Kylian up to here? Na, és hát ennél a gólnál én esküszöm, Liva bőrös lettem. Szóval jól összerakták egyébként. He's in, Stuart! Mbappé! From the first frame to the dying embers, it's football. Új gólra meg ugye. Everywhere. Ez is. Welcome to the world game. Welcome to... Szerintem... Jaj, várjál. Szóval szerintem nagyon jól összerakták ezt az előzetest. Tök élvezetes. Szerintem tényleg utóbbi években talán legjobb előzetes, amit kaptunk. Talán a FIFA 19 óta, amikor bejött a BL mód. Szóval azóta talán ez a legjobb előzetes. Nekem nagyon tetszik a játék, nyilván elő fogom rendelni, és majd játszani is fogunk szeptember 27-től kezdve, ugyanis az Ultimate Edition fogom előrendelni. Úgyhogy ezek a cuccok, ezek az infók, meg ezek úgy, amiket így kiszűrtem az előzetesből, tök jó, hogy így magyarul is mutatta, nem kellett kommentálnom. Emellett egyébként a mai nap néztem meg, hogy a Juventusnak az meg az IGN-nek a csatornáján van fent, hogy a Juventus is hivatalosan benne lesz a játékba. Szóval az is hivatalos, így ennyit tudok így most elmondani. Nekem tetszik az előzetes, én várom a következő játékot. Nyomatni is fogjuk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről az előzetesről is, meg magáról erről a FIFA 23-ról, utolsó FIFA ugye, ami ilyen néven fog megjelenni, kíváncsi leszek, hogy utána jobb vagy rosszabb lesz. Nyugodtan írjátok meg a véleményeteket kommentbe, mindig el szoktam olvasni, reagálni szoktam rá, úgyhogy nyugodtan írjatok. Instán is tudtok írni, hogyha bármi kérdésetek van, lent lesz a leírásban. És köszönöm szépen, hogy végignézted a videót, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és találkozunk akkor a következő videó formájában, vagy live formájában, lehet szerdán vagy csütörtökön lesz egy live, ott pack-eket fogok nyitni egy kedves nézőm akuntján, ha szeretnél akuntot adni, mondom, Instán nyugodtan írhatsz, Xbox-os akunton is tudok nyitni, illetve PC-s akunton is, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk következő live-ba. Sziasztok!